Szerettem volna így lefedni a különféle szakterületeket, amikor meghívtam szakértőket. Van körünkben rendőr, dr. Fülöp Nécsákó Ibolya, aki az Országos Rendőrfőkapitányságtól érkezett hozzánk, és egyébként elég komoly munkát végzett a magyarországi szabályozás alakításában, a Kábítószeri Koordinációs Bizottságnak a új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos bizottságát is vezette. Most nem tudom, hogy lesz-e ilyen bizottság, de azt majd esetleg elmondja. Itt van Cseszregi Tamás, a Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézetből, ő a magyar CSI, akik ugye mindenféle elemzéseket végzik, hozzájuk futnak be gyakorlatilag az összes lefoglalt drog, kábítószer, és hát ő nagy tudója annak, hogy jelenleg milyen trendek vannak a hazai drogpiacon. És elhívtuk Dávid Fecót is, aki biopolitikai szakértő, és a Kék Pont Alapítványnál dolgozik, aki pedig szerintem elég érdekes dolgokat fog tudni nekünk mondani arról, hogy, hogy például a Józsefvárosban hogyan csapódik le ez az egész új pszichoaktív szerhasználat, ami azt gondolom egyébként, hogy nagyon különbözik attól, ahogy Új-Zélandon, amilyen trendek Új-Zélandon vannak. Grant is tudja majd követni a beszélgetést. És majd egy ponton majd szeretném, hogy kérdezzenek a közönségből is, de először akkor szeretném mindenkinek megadni a szót, hogy szóljanak a saját perspektívájukból. Akkor először talán Ibolyát kérem meg, hogy beszéljen arról, hogy Magyarországon egyáltalán hogyan állunk hozzá, hogy hogyan áll hozzá az állam ehhez a szabályozáshoz, hogy alakult ez ki, és hogy működik a gyakorlatban, mik a tapasztalatok. Köszönöm szépen. Magyarországon gyakorlatilag 2010-ben szembesültünk először ezzel az új pszichoaktív anyaggal, vagy designer drog jelenséggel, a mefedronnal. 2010 júniusa volt, amikor gyakorlatilag olyan már tavasz környékén ez a Péter által említett kábítószerlisták szakbizottsága többször kapott jelzést, hogy megjelent a piacon a mefedron, a Zsuzsi Kati, és úgy gondoltuk, júniusban volt a szakbizottság utolsó ülése a nyár, tehát őszig, és úgy gondoltuk, hogy el tudjuk halasztani ennek az anyagnak az értékelését, elemzését, mert hogy hát azért még nincs olyan sok a piacon, de jött a június, vége lett az iskolának, kezdődött a nyári szünet, és akkor utána körülbelül egy hónappal a nyári szünet megkezdése után a kezelőhelyek hívtak bennünket, szóltak, hogy valami nagyon nagy baj van, mert Magyarországon ellentétben azzal, amit a Grant is mondott, hogy gyakorlatilag nincs a felelős drogfogyasztás, vagy soha nem is volt, vagy nem tudom, ezt ti tudjátok jobban, de a mefedronra a heroinisták teljesen áttértek. Itt van közöttünk Szendei professzor úr is, és akkor nyáron volt nálunk az ORFK-n egy konferencia, amikor is a Szendei prof és a Bájer professzor, mindkettő nagyon híres nemzetközi gyógyszerész professzorunk, érdeklődve hallgatta, hogy a heroinisták miért térnek át a mefedronra, amikor teljesen más, tehát leginkább az amfetaminhoz és a kokainhoz hasonlatos hatása van. Ennek ellenére a heroinisták áttértek, és hozták azt a szokást is, hogy szúrják ezt az anyagot, úgyhogy a mefedront elkezdték körülbelül egy hónap után szúrni a fogyasztók, és nagyon-nagyon rossz állapotba kerültek, és ekkor fordultak hozzánk a kezelőhelyekről az orvosok, illetve azok, akik ebben a lista a szakbizottságban is részt vettek, és ekkor kezdtük el a mefedront picit komolyabban nézni, és akkor nem volt a kezünkben semmiféle más lehetőség, mint az, hogy rögtön a kábítószer listára vegyük ezt az új anyagot, a mefedront. A mefedronhoz azért megvoltak azok mind az európai, mind a nemzetközi szakirodalmak, amely alapján úgymond kockázatértékelést is tudott végezni Magyarország, és a mefedron volt az első olyan anyag, amit 2011. januárjában a büntetőjogi listára helyeztük. Ezzel párhuzamosan el kellett kezdenünk egy szabályozási folyamatot is, ugyanis mind addig a mefedront a magyar rendőrség nem tudta lefoglalni.
megszakértette, és nagyon nagy mennyiségben érkezett a piacra, illetve Magyarországra. Tehát hordókba érkezett, 30 kilós mennyiségekben, és többször is, és több lefoglalásunk is volt. Akkor még a NAV-nak is lehetőség, illetve hatásköre volt ezeknek az anyagoknak a lefoglalása. Tehát lefoglalta a NAV, lefoglalta a rendőrség, és mindenki visszaadta ezt az anyagot annak, akitől ezt lefoglaltuk, és nem tudtunk vele mit kezdeni, a forgalmazók gazdagodtak, a fogyasztók egyre rosszabbul lettek, a rendőrségen meg mindenki nevetett. És ezért kezdődött el egy szabályozási folyamat, amelynek az lett a vége, hogy 2011 végére sikerült megalkotni egy kormányrendeletet, illetve ezt megelőzően egy törvény, gyógyszertörvénybe helyeztük a törvényi szabályozási részét, és ez adta a felhatalmazást a kormányrendeletre, és akkor megalkottuk az úgynevezett C-listánkat, amely C-lista mai napig hatályban van, és gyakorlatilag módosítások alá vetjük, amint új anyag jelenik meg Magyarországon. A kormányrendelet első lépéseként 4 generikus anyag és 44 új anyag került föl, egyedileg meghatározott anyag. Tehát a magyar szabályozásnak azért voltak furcsaságai és érdekességei az európai szabályozáshoz képest. Tehát mi ötvöztük a generikus szabályozást és az egyedi listás. Hibaj, azt elmondott, hogy mi a generikus? Ja, igen, a generikus lista az egy olyan törzsképleteket, de azt hiszem ezt a Tamás jobban el tudja mondani, ők dolgozták ki a generikus listát. Tehát vegyületcsoportokat határoz meg, amely vegyületcsoport nem csak egy anyag, hanem több tartozhat alá, amikor megjelennek a piacon, tehát úgymond előremutatóak tudtunk ezzel lenni, és akkor ez a 4 generikus csoport és a 44 anyag lefette a Magyarországon levő összes jelenlevő anyagot. Ezt követően még egy generikus csoportot, meg pár anyagot kellett fölvenni, és azóta folyamatosan gyakorlatilag ez a macska-egér-harc történik, mert amint megjelenik egy új anyag, illetve amint felveszünk egy anyagot a listára, megjelenik az új anyag, és a régi anyag kikopik. Vannak olyan anyagok, amelyeket továbbra is szeretnek a fogyasztók, illetve a forgalmazók, de vannak olyan anyagok, amelyek teljes mértékben eltűnnek a piacról. Köszönöm szépen! Tamás, amióta a C-listát bevezették, azóta mit tapasztaltok így a drogpiacon, mik az új trendek, milyen drogok fogyasztása jellemző, milyen designer drogok fogyasztása jellemző jelenleg? Összességében azt kell, hogy elmondjam, hogy 2010 nyarán úgy tűnik, hogy egy szellem kiszabadult a palackból a mefedronnal, és amikor ellenőrzés alá lett véve a mefedron, ez ugye egy általában porokban és tablettákban használt hatóanyag volt, akkor már ott toporgott a nyomában egy következő generáció, ez a szintetikus kannabinoidoknak a generációja volt. Ezek az új szintetikus kannabinoidok, amelyek korábban ismeretlenek voltak a magyar piacon, ezek 2010 őszén már elég jelentős számban megjelentek a lefoglalásokban is, és amikor elindult a C-listának a kifejlesztése, illetve a célista hatályba lépése, akkor együttesen mind a szintetikus kannabinoidok, mind pedig ezek a mefedronhoz hasonló katinon származékok is ellenőrzés alá kerültek. Itt azért azt el kell mondani, hogy a célistának az első variációjában a jogszabály egy ilyen köztes állapotot határozott meg, tehát gyakorlatilag a büntetési tétel az kizárólag a kereskedői típusú magatartáshoz volt köthető, tehát egy ilyen átmeneti jellegű csoportot alkottak ezek a vegyületek. Ez persze az elmúlt év, illetve idei év januárjától ez változott ez a helyzet. Gyakorlatilag az egyes vegyületek betiltását követően nagyon gyorsan megjelentek az újabb és újabb helyettesítő vegyületek kisebb kémiai módosításokkal, amikor egyedileg kerültek listára ezek az anyagok, és a C-listának, tehát ennek a generikus szabályozásnak a bevezetésével, amikor nem egy-egy adott anyagot, hanem egy adott vegyületcsoportot is együttesen lehet ellenőrzés alá vonni, akkor ez a helyzet egy picit-picit megváltozott a katinonok körében, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag akkor a
izgalmasabb vegyületnek a pentadron nevezetű anyag tűnt, ami annak ellenére, hogy C-listára került, tehát aminek a forgalmazása gyakorlatilag tiltottá vált, úgy tűnt, hogy nem kopik ki a piacról, és ez a helyzet fennállt tulajdonképpen ez év tavaszáig szinte megszakítás nélkül, tehát akik katinont fogyasztottak, azoknak a legnagyobb része ezt a pentadron nevezetű vegyületet fogyasztotta. Most úgy tűnik, hogy ezt a pentadront, ez az alfa PVP nevezetű anyag váltja fel, tehát a lefoglalásokban elég erős eltolódást látunk az elmúlt néhány hónapban ebbe az irányba. Ez a pentadron, ez általában kristály néven szokott futni a piacon, és meglepő módon ugyanezen a név alatt hozzák be ezeket az alfa PVP-ket is, de ennek is a jogi státusza ugyanaz, mint a pentadroni. Tehát ez viszonylag egy stabilabb és egy kisebb piac. Ami érdekesebb, az a szintetikus kannabinoidoknak a piaca, ami tulajdonképpen ugyanolyan dinamikusan változott a generikus szabályozás fejlődésével, mint annó az egyedi szabályozás fejlődésével a katinonok, vagy akár az amfetamin származékok piaca. Tehát amikor egy vegyületcsalád, egy vegyületcsoport fölkerült a listára, akkor megjelentek új olyan variánsok, amelyek kémiai szerkezetükben jelentősen eltértek a korábban ismert anyagoktól, és akkor ezek vették át a piacon az egyeduralkodó, vagy a fő domináns szerepet. Úgy tűnik, hogy ezeknek a szintetikus kannabinoidoknak a piaca az egy nagyon nagy piac. Az elmúlt három évben tulajdonképpen, vagy négy évben tulajdonképpen a nulláról egy olyan szintre fejlődött ez a piac, hogy a lefoglalásokban körülbelül a lefoglalások száma, az új szintetikus kannabinoid lefoglalások száma nagyjából ugyanannyi jelen pillanatban, mint a kannabisz lefoglalások száma. Hát ilyen baráti beszélgetésekkor hallottam ismerősen keresztül, hogy manapság néha nehezebb marihuánához jutni, mint ilyen új szintetikus szerekhez. Tehát jelen pillanatban ezt látjuk a lefoglalásokból, és egyre újabb és újabb anyagok jönnek a piacra, és hát ezeknek a hatásáról természetesen nem sokat tudunk. Köszönöm szépen. Érdekes dolog, hogy amikor Új-Zélandon voltunk, ott volt egy vegyész, aki úgy nevezi magát, hogy Dr. Z, aki a mefedronnak a föltalálója, vagy legalábbis ő azt mondja, hogy ő találta föl a mefedront, és hát meginterjú voltuk, és akkor megkérdeztük tőle, hogy tud-e arról, hogy Magyarországon ezt a szert intravénásan is fogyasztják, és nem tudott róla. Hát igazából ezeket a szereket többnyire egyfajta ilyen tudományos kíváncsisággalból vagy hasonlókból fejlesztik ki vegyészek laboratóriumokban. Van ennek egy ilyen underground hagyománya, az ilyen underground vegyészeknek a hagyománya, akik az interneten megosztják a tapasztalataikat különféle új pszichoaktív szerekről. Ők egyébként kutatónak tartják magukat, és ugye ők a elmének, a kogníciónak, stb. A határait kutatják ezekkel a szerekkel, de aztán persze ezek a szereknek a fogyasztása utána kikerül ezekből a körökből, és olyan lavina indul be belőle, amiről hát nem lehet, ezek a vegyészek valószínűleg nem tudnak, vagy nem is sejtik, hogy ez lesz belőle. Most például már az a helyzet, ami a 8. kerületben van, ahol Fecó dolgozik, az például már eléggé a krízis helyzet kategóriájába tartozik, de akkor ezt majd ő elmondja, hogy... Vagy ez is mindegy. Hát az mindig is krízis helyzet volt igazából, amióta ott anyagoznak. Mindenki olyan ügyesen tud használni különböző szakkifejezéseket, exakt fogalmakat arra nézve, hogy mit használnak a klienseink. Nálunk ez a sor végén a népszínházas, magdolnás, tudod ott a tömőnél, akkor nem tudom, zene, most ez az MP3 után az egyik fontos név. Katasztrofális helyzetek alakulnak ki nálunk, annak okán, hogy fogalmunk sincs, hogy a klienseink mit használnak. Az egyetlen forrásunk a legutóbbi a konferencián bemutatott adatok a Csesztregi úrtól, amelyből látjuk azt, hogy az alfa PVP az, amelyik előre tört, és akkor mi van, ha az alfa PVP? Mondhattam volna a másik három betűt is, nagyjából ennyit tudunk az élettani hatásairól. Amit az empíriában tapasztalunk, az pedig olyan kijelentések, mint ez is most sokkal jobb, mert ettől is ilyen gázolajszagút büfögök, ilyen benzinszerű. Ez egy visszatérő jelenség. Illetve vannak olyan mintázatok a droghasználatban, amelyekkel nem találkoztunk még soha eddigi kárrierünkben, ilyenek például a kincskeresés, melynek során
kliensek egy jelentős része a földről különböző értéktárgyakat próbál felszedni, ezeket hosszú órán keresztül ismételni tudják. Borzasztó látni egyébként ezt a dolgot, illetve azt, hogy abban a kvázi traumatizált térben, amiben élnek, abban milyen behatások érik őket az állandó droghatásban. Mi klienseink nem ilyen öröm alapú vagy örömelvű droghasználatban élnek, hanem egy a nyomor szülte droghasználatban, amelyben az öröm tulajdonképpen az elején sem volt benne, és azért veszik ezt a szert, mert ezt lehet kapni. Mert sajnos a tiltó drogpolitika megszült valamennyire, persze nem csak ez, de azért részt van abban, hogy megszületett egy félig nyílt droghasználói szintér, belső piaccal kliensek, jelentős része nem hagyja el a kerületet ugyanannál dillernél vásárol, hogy így 8-keresen mondjam, és mint hogy a 8-kerbe sem mennek be fehér középosztálybeli fiatalok mondjuk biofüvet venni. Tehát, hogy alapvetően van egy olyan tér, amiben nagyon intenzív napi 10-15 szúrással élnek a klienseink, a hepatitis C fertőzöttség 80%-os, és arra a kérdés, hogy mit szúrsz, arra éppen a zene az, ami az egyik leginkább eltérett kifejezés. Nagyon nehéz beírni ezt a Google keresőbe, hogy zene, majd utána kihámozni belőle, hogy melyik ez, ami a designer drogra vonatkozik. Ez amúgy így, tényleg van az egésznek egy ilyen szociális paródiája, de hogy nekünk ártomcsökkentő szakembereknek nagyon rossz megélnünk azt, hogy az ajtóban nem tudunk mit mondani nekik, hogy mit használtok, és hogy hogyan tudnátok biztonságosabbá tenni. Biztonságos kétségkívül soha nem lesz az autóvezetése, de tehetjük biztonságosabbá. De mi erre nem tudunk mit mondani, mert azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk, minek veszitek. Hát ilyen fehér por, de a legszebb egyébként az adjál egyet. És akkor nincs is jelentőség ennek az egésznek. Addig, ameddig nem tudjuk ezeket a szereket teljes körűen, nem teljes körűen, legalább annyira megismerni, hogy minimális adekvát információkat adjunk a dozírozást illetően, addig előfordulhat az a katasztrofális állapot, ami a sokszor emlegetett mefedron után következett, amiből a klienseink 4-6 grammokat szúrtak el egy nap, az egy nagy mennyiség ebből a szerből, és akkor utána az MDPV, amelyik MP néven, MP3 néven robbant be az anyagosaink közé, tulajdonképpen a gyufa fejnek a harmada mennyiségtől lehet szétesni mondjuk 3-4 órára, ők ebből 4-6 grammokat toltak el, annak minden következményével együtt. Hónapokon keresztül a túladagolást élték meg droghatásként, és a mai napig szerintem ehhez igazítják a szerrel kapcsolatos elvárásaikat, hogy hogyan lehet szétesni ennyire. Az, aki használt már MDPV-t, el tudja képzelni, hogy 1 gram MDPV intravénás használata az hány napos és milyen összefüggéstelen teret teremt a használóinknak. Ezt már innentől kezdve csak fokozni tudnám. Köszönjük szépen, és most akkor eljött az a pillanat, amikor, hogyha a közönségből van valakinek kérdése, akkor megadjuk a szót akár Granthez, az a New Zealand-i előadóhoz, akár a hazai szakemberekhez. Itt van a mikrofon, és Tomi kollégám el tudja vinni. Nincs kérdés? Miért nem jelent megoldást a generikus lista? Tehát, hogyha nem egyedi szereket, hanem generikus szereket, tehát hogy szercsoportokat listázunk, akkor meddig lehet hiányzani a rendszer? Mind a kettőt listázzuk, de a generikus csoportnak a kidolgozása azért hosszú időt vesz igénybe, és azért a forgalmazók, illetve az előállítók figyelik ezeket a listákat, és keresik azokat az anyagokat, amelyek nem tartoznak ez alá. Tehát olyan anyagokat fognak forgalomba hozni, amely nincs ebbe a generikus listába, vagy nem tartozik a legújabb generikus listába sem. Tehát mindig újakat keresnek, olyan újat, ami nincs ami le van szabályozva, illetve ami nincs szabályozva. Globálisan, ha megnézzük, nincs egyetlen olyan kormány sem, amelyik sikeresen tudott volna szembenézni ezekkel a kérdésekkel, az általános időleges tiltásokkal. Tehát nem lehet ezt törvények megoldani. Az embereknek azt a vágyát, hogy megváltozott tudatállapotokat keresnek, nem lehet törvényileg betiltani.
és hogyha garantált alacsony kockázatú termékekhez adunk hozzáférést embereknek, akkor csökkenthetjük a kábítószer használatot. Persze a kemény drogok iránt mindig lesz egy kis, legalább valamilyen korlátozott kereslet, de azt lehet bátorítani, hogy egy szabályozott piacon puha szerek keljenek el többségben, és ezzel az embereknek relatív biztonságot tudjunk adni. Én is kérdezni szeretnék. Magyarul szeretnék, igen. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudják, mi alapján mondják azt, hogy bizonyos anyag alacsony kockázatú. Tehát volt-e előtte valamilyen vizsgálat, gyakorlatilag engedélyezték, mint alacsony kockázatú, de utólag fogják majd a vizsgálatokat elvégezni, ez az első kérdése. A másik kérdésem, hogy előállítják ezeket az anyagokat, magát, a szubstanciát is Új-Zélandon állítják elő, vagy azt megrendelik valahonnan, és csak a keveréket állítják elő Új-Zélandon. Tehát a terméket, a végterméket. Ingredient order. Az összes engedélyezett termék Új-Zélandon készül. Tehát nincs olyan helyzet, hogy importált vegyi anyagok lennének. Voltak persze Indiából és Kínából importált termékek, és ez volt ugye ez a macskaegér játék, de most már a termékeket Új-Zélandon állítjuk elő. Az a alacsony kockázat maga ez a kategória, ez egy nehéz kérdés. Ugye különösen választások előtt ugye a kormány nagyon habozik annak vonatkozásában, hogy kimondja, hogy mit ért ezen. Tehát van nekünk ezzel kapcsolatban egy standardunk, de nincs még egy végső szabályozás ezzel kapcsolatban. Ezzel együtt az a meggyőződésünk, hogy a cannabis, akár a természetes, akár a szintetikus cannabis, ezt ennek a szabálynak megfelelne. Nem füstölésre feltehető talán, hanem talán a cannabinoid termékek. De ugye az EU parlament is ugye meghatározta, hogy mi az alacsony kockázat. Az Új-Zélandi kormány nem adott ezzel kapcsolatos szabványt. Ha a szabvány túlságosan magasra van téve, és semmi nem jut át rajta, akkor ez ugye tiltás, ez világos, ugye? Tehát akkor olyan ott vagyunk, és ez ugye nagyon problémás Új-Zéland számára. Ha túl alacsonyan húzzuk meg a határt, akkor megint az a helyzet, hogy akkor az emberek, a közösség ugye megszenvedheti ezt. Tehát politikai szempontból, ha nézzük ezt a kérdést, akkor ez egy nagyon nehéz kérdés a kormány számára, és várakozásaink szerint csak a választások után fogják ezeket a szabványokat meghatározni. Most túlságosan veszélyes lenne a kormány számára meghatározni, de mi úgy gondoljuk, hogy tudjuk, mik a határok, mi a szabvány, és a cannabinoid származékok megfelelnek ennek a szabványnak, és a természetes cannabis is megfelel ennek a szabványnak. So, I would like to give a short answer in Hungarian to a colleague, but it's never going to be a complete answer. A generic szabályozás több évtizedes. Az angolok természetesen azt állítják számos közlésben, hogy ők jelentős sikereket értek el, de az a tény, hogy most éppen harmadik módosításon dolgoznak ennek a rendeletnek a harmadik módosításán, ez igazolja, hogy ők sem elégedettek, és ott is gondok vannak. Nem olyan régen beszélgettem azzal, aki felelős az angol szabályozásért, ő ugyanezt megerősítette. Ennek nagyon egyszerű kémiai alapjai vannak, és amikor a magyar tervezetet láttam, meg kell mondjam, hogy a számos útmutató és előremutató elemével együtt, amit én készséggel elismerek, abban a pillanatban magam is kétségbe vontam, hogy vajon milyen lesz a hatékonysága. Mert az előre látható, aki a szintetikus kémiában otthon van, az nagyon jól tudja, hogy minden szabadalom ilyen elvek alapján születik, és minden szabadalmat ezen az alapon, működő szabadalmat meg lehet kerülni. Tehát ugyanezt történik ezekkel a drogokkal is. Úgyhogy nincs ebben semmi különös. Számos előremutató eleme van a magyar szabályozásnak, és én itt
maybe I switch to English. You were referring several times. Ugye sokszor utaltunk a szabályozás és tiltásra. Ugye a kérdés az, hogy hogyan határozzuk meg ezeket, hiszen számos szabályozás van hatályban. Még ugye Új-Zéland szabályozás előtt is. Én egyike voltam azoknak, akik követtem ezeket a dolgokat, anélkül, hogy ugye azt ajánlották volna a kollégák, hogy figyeljünk oda Új-Zélandra, és aztán kezdetektől követtem, nyilván követtem ezeket a dolgokat, és figyeltem azokat az anyagokat, és amiket ugye átadtak a kormánynak. Az egyik következtetésem az volt, hogy minden azon múlik, hogy hogyan ültetik át a gyakorlatba ezeket a dolgokat, és ugye beszélt ezekről a nehézségekről, és ez a probléma gyökere számomra, hogy a bizonyos, az, hogy bizonyos termékek ugye megjelenjenek a piacon, szabadon árusíthatók legyenek, anélkül, hogy a kockázati profilok meg lenne. Szerintem ez túlságosan messzire megy. Tehát hol a jó pont, hol a megfelelő szabályozási pont? Én együttértek önnel, és remélem, hogy holnap reggel tovább folytathatjuk ezt a diszkussziót. Számos kérdésem lenne, ugye ezzel kapcsolatban, és nagyon érdekelne, hogy ha további részletekhez juthatnék ebben a kérdésben, és az új-zélandi erőfeszítés további elemeire kaphatnék információt, hiszen ugye itt úttörő dolgokról van szó, és ugye előremutató dolgokról, megoldásokról van szó. Ezzel együtt az egész dolog úgy tűnik, hogy mégsem működik. Néhány nappal ezelőtt kaptam egy Új-Zélandról egy sajtóközleményt, és megdöbbenéssel láttam, hogy a kormány visszakozik. Tehát most rájött arra a kormány, hogy ez nem sikerült ez a dolog, vagy politikai nyomás alatt áll, ahogyan önt interpretálta ezt a dolgot? Nem tudom. Talán a politikai nyomás szerepet játszik, de ugye közvélemény nyomására is utalnak, ami ugye a mellékhatásokon alapszik, és azt jelenti, hogy nem elég biztonságosak a termékek. Számos kérdésem lenne, de talán túlságosan unalmas lenne, hogyha én ezekbe a részletekbe belemennék. És persze sokkal többet is én is tudnék mondani ezekről a dolgokról, hiszen az a 40 termék, ugye, amit visszavontak a piacról, tehát ez csak egy általán átmeneti időszakra volt árusítható. Ugye tavaly július 18-án elfogadták ezt a törvényt, de a kormánynak még mindig joga volt ahhoz, hogy a végső szabályokat meghozza, és ez csak egy átmeneti időszak volt, addig, amíg bizonyos termékeket ugye jóvá nem hagynak. Hogy bebizonyosodik, hogy nincs semmiféle mellékhatás ezeknek a termékeknek, és technikai értelemben ugye a fogyasztók szempontjából viszonylag biztonságosak voltak, hanem is tudományos szempontból. És úgy tűnik, hogy a kormány nem szerette volna, sokáig nem szerette volna, hogyha ez a piac létrejön. Tudták, hogy a fekete piac ettől még nem tűnik el teljes mértékben. Tudjuk, hogy egyébként, hogy a bűnszervezet bűnözés, hogy most nagyon örül annak, hogy a kormány visszakozott, és a kormány ugye bármikor visszavonhat bármilyen terméket, levehet erről a listáról. Tehát működött a törvény, beszélgettünk minisztériumi tisztségviselőkkel, akik azt mondták, hogy a törvény működött, és a személyes beszélgetéseken, amiket új-zélandi politikusokkal folytattam, magánbeszélgetések, ezek is meggyőztek arról, hogy a szabályozott piac az egy igenis jó dolog ezen a termékeknek. És persze nehéz dolog a politikusok számára, hogy nyilvánosan kiálljanak és támogassanak minket. Magánbeszélgetésekben sokkal inkább támogattak mindig is, és remélem, hogy a választás után jobban kiismernek majd állni. Én nagyon egyetértek, Grenttel. Nagyon nehéz. Nem tudom, vannak-e itt jogászok közöttünk. Nagyon nehéz jogilag megfogalmazni egy merev jogszabályi környezetbe úgy egy olyan jelenséget, amelyet gyakorlatilag az egész világ nem tudott megoldani. Lehet, hogy Új-Zéland meg tudta oldani, vagy meg fogja oldani. Még nem tudom, de nagyon nehéz. És
A kérdés volt, hogy miért nem tudjuk a generikussal, csak generikussal. Ezt sem lehet megoldani, egyedi szabályozással nem lehet megoldani. Mindig utána követjük a megjelenő anyagokat, és mindig utólag vesszük fel a listára. Borzasztóan nagy nehézségekkel néz szembe mind azok, akik a fogyasztókat kezelik, és mind azok, akik a másik oldalról, tehát a lefoglalt anyagokat próbáljuk beazonosítani. Az új-zélandi szabályozás egyik nagy jelentősége, én úgy gondolom, hogy ők legalább tudják, maguk a fogyasztók és maguk a forgalmazók is, hogy mit fogyasztanak, és a forgalmazók mit forgalmaznak. Ezt ma Magyarországon nem lehet elmondani, nem tudjuk elmondani. Tehát most már a legtöbb anyagban nem egy anyag van, hanem többféle, és nem tudjuk mi az, hogy zene, nem tudjuk mi az, hogy MP3, MP4, ezek a nevek nem jelentenek semmit, mert lehet, hogy a múlt héten még az a zene, az nem tudom melyik anyagot jelentette, de a következő héten nem biztos, hogy azt jelenti. Úgyhogy biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz és hihetetlen nagy dologgal, meg nagy jelenséggel állunk szembe. Nem tudom, hogy tudjuk ezt majd, meg mi lesz a vége. Van még kérdés? Van Tamás ott. Két kérdést szeretnék feltenni Grantnek. Az első az, hogy hogyan sikerült a piacjárat kialakítani, a fekete piacjárakon alakultak az árak, vagy hogyan megjelentek-e a fekete piacon új drogok. A másik kérdés pedig az, hogy annak ellenére, hogy ez az időszak, ugye említette, hogy ez nagyon rövid ideig tartott, az átmeneti időszak, de jelentenek-e már ennek valamiféle hatása a közegészségügyi területen, és ha igen, akkor milyen módon? Nagyon jó a kérdése. Tehát a piaci ár, az engedélyezett emberek piaci ára tükrözte a természetes cannabis vonatkozásában a fekete piaci árat, de aztán úgy átgondoltuk, hogy miért kellene a szintetikus cannabis, ami ugye nem annyira biztonságos, mint a természetes cannabis, miért kéne ezt is olyan áron megvenni, és tudták, hogy mit vesznek, és ezek az emberek ugye nem akarták a szervezett bűnözéstől megvenni, tehát tudtuk, hogy ez egy szabályozott piac lesz, és ez is ugye bele szólt az árakba. Mi volt a második kérdés? Az ártalmak, igen. Tehát az emberek tudták, hogy mit fogyasztanak, és ugye a eladóktól megfelelő termékfelhasználási tanácsokat kaptak. Volt egy ingyenes telefonszám, ahol bejelenthették az emberek a káros mellékhatásokat. Nagyon jó adatbázist sikerült kialakítanunk a káros mellékhatásokról. És mióta ugye ez az adatgyűjtés megkezdődött 2010-ben, 2010 közepétől múlt hónapig gyakorlatilag 600 bejelentés érkezett káros mellékhatásokról, volt néhány egészen súlyos is, de voltak olyanok, hogy veselégtelenségre számoltak be, voltak nagyon enyhék, voltak, hogy gyomorrontásszerű tünetek, szédülés, voltak, akik ugye azt mondták, hogy hát addikció alakult ki náluk, de ennek nem volt klinikai addikciónak, nem volt bizonyítéka. A szintetikus kannabisznak van némi addiktív hatása. Tehát összesen 600 bejelentés érkezett ugye káros hatásokat illetően, 3,5 év alatt. Naponta ugye átlagosan 10 ezer ember fogyasztja ezeket a termékeket az egész országban. És ha statisztikailag közelítjük meg a kérdést, akkor azt kell mondanunk, hogy ezek a, főleg a szintetikus cannabis, ezek a termékek rendkívül biztonságosak voltak. Még akkor is, hogyha ugye nem voltak tudományos kísérletek, de ugye ezek a úgynevezett nyers adatok is azt bizonyítják, hogy ezek a termékek alacsony kockázatfokozatúak voltak. Ugye összehasonlítjuk az új-zélandi helyzetet, megnézzük, hogy 4000 ember halt meg dohányzásban, 1000 ember halt meg a italozás alkoholfogyasztás hatására. Tehát mindenki, minden nap meghalnak emberek ezektől a legális drogoktól, vagy ezekkel összefüggő betegségektől. Tehát ha ezt hasonlítjuk, akkor meglehetősen alacsony kockázatról kell beszélnünk. Köszönöm szépen. Persze az alkohol is egy nagyon népszerű drog Új-Zélandon, hát persze. Apples with oranges?
you are comparing acute toxicity. Akut toxicitást hasonlítja össze ugye a krónikus toxicitással. Tehát ugye 20 éves dohányzás után halnak meg az emberek. De ki tudja, hogy 20 évig eszi valaki a szintetikus kanabiadikat, akkor mi történik? Ezt senki nem tudja. Jó gondolat, igen. Tehát biztonságos területen szeretnék maradni ebben a vonatkozásban. Ugye az utalt a tudósokra is, vagy arra, hogy ugye oda kellene figyelni a tudósokra, hogy mik a különböző érvek. Ugye hallgassunk a tudósokra. Ugye most én outsiderként vagyok itt, tehát külsősként teljesen véletlenül vagyok itt. De hol vannak azok a tudósok, akik megmondanák, hogy mit kellene tennünk? Nem tudom, hogy milyen tudósokra utal ön. Ez egy új terület, ugye ez a szintetikus kémia, egy új terület. És igen, vannak nagyon jó kiváló tudósaink Új-Zélandon, és remélem, hogy holnap reggel meg tudunk ezekről a kérdésekről beszélni, és meg tudják osztani a kutatási eredményeiket ebben a vonatkozásban is. Nagyon sok adattal rendelkeznek. Igaza van persze, nincs hosszú távú bizonyítékunk ezzel kapcsolatban, de ha a kormány átveszi az irányítást ebben a vonatkozásban is, akkor ezeknek a termékeknek a legsúlyosabb hatásait enyhíteni tudjuk. Ezt bizonyossággal merem állítani. Ami a hosszú távú hatásokat illeti, ezt nyilván még ugye kutatni kell. A tiltás, az viszont biztosan tudjuk, hogy az a legsúlyosabb, legkomolyabb károkat okozná. Professzor úrnak annyit reagálnék, hogy hát ezt nem egy ilyen tudományos szimpóziumnak szerveztük ezt a ma estét, tehát itt a nagy közönségnek próbáltuk bemutatni azt, hogy mi történik Új-Zélandon. Természetesen egyébként szükség lenne egy hasonlóra. Sajnos Grant az elég limitált időben van itt Magyarországon, de majd legközelebb jön, akkor szervezünk egy hasonló tudományos színvonalú dolgot, illetve még annyit, hogy én azért azt gondolom, hogy ez a drogterülete ez nem csak vegyészeknek a szakterülete, tehát itt azért nagyon sok társadalomtudományban jártas embereknek a kompetenciája is igen fontos, amikor kialakítjuk a képet arról, hogy hogyan kéne az államnak szabályoznia ezeket a szereket. Egyébként az egy érdekes dolog, hogy amikor Új-Zélandon jártunk, és meginterjúoltuk például a boltos embereket, akkor mindegyik azt mondta, hogy ők igazából nem szeretik ezeket a szereket árulni. Tehát, hogy amit ők igazából szívesen árulnának, az a cannabis. Tehát az maga a növény. És hogy igazából ez egy ilyen kényszer megoldás a számukra. De hogy mivel a cannabis az rajta van az ENSZ-nek a tiltó listáján, azt nem lehet árulni. Mi voltunk egyébként a Takács István kollégámmal Amerikában és Colorado-ban, Washingtonban filmeztünk a ottani cannabis legalizációra. Az egyébként egy valamilyen szinten egy sokkal kevésbé ellentmondásos szabályozás, mint az Új-Zéland. Az Új-Zélandival azért mindenkinek van egy ilyen vegyes érzése, és azt hiszem, hogy Grant is azt gondolja, hogy ez egy olyan keret, amit később aztán majd lehet alakítani, de hogy a jelenlegi helyzet az nem egy tökéletes dolog, és még nem tudjuk azt, hogy merre fog ez eldőlni. De mivel ugye még az ENSZ egyezményei szabályozzák ezt a kérdést nemzetközi szinten, mert még 2016-ban lesz egy ENSZ általános közgyűlés, ahol ezt a témát majd az egyes tagállamok felül virálják, illetve átbeszélik. Nem valószínű, hogy az egyezményeket visszavonják, de minden esetre már vannak olyan országok, amik az egyezmények határain kívül is kísérleteznek. Tehát egyébként ez egy nagyon jó pont volt, hogy össze kéne hívni magyar szakembereket is, és erről jobban beszélni. Egyébként ennek lenne ugye a szerepe a Kábítószeregyi Koordinációs Bizottságban, volt egy ilyen listák szakbizottsága, ami elvileg ezt a célt szolgálta, én is tagja voltam, mint civil oldalról, és ez most ugye nincsen. Tehát azt gondolom egyébként, hogy viszonylag kevés szakmai fórum van, és több ilyen fórum kéne, hogy ezeket a kérdéseket így átbeszéljük. Van még valakinek? Igen, ott van hátul még több kérdés is. Köszönöm szépen, Gondi János vagyok. Egy picit ehhez kapcsolódik, amit Péter fölvetett, bár nagyon nem ahhoz, amiket a többiek, hogy arra lennék nagyon kíváncsi, hogy Grant mit gondol arról, hogy a Új-Zélandon, amikor erről beszélt, hogy milyen fontos lenne a tudományos szempontok
kat előtérbe helyezni, amikor a döntéshozókat meg akarjuk győzni valamiről, hogy mit gondol arról, hogy hogyan lehet ezt a legsikeresebben, milyen érdekérvényesítési eszközökkel elérni az önök hazájában, illetve hogy mit tippel, hogy mit lehet nálunk tenni Magyarországon. And what do you think we could do in Hungary to achieve the same scientists getting into the forefront of this struggle? Well, nagyon jó kérdés. Szerencsénk van, hiszen a pszichoaktív szerekre vonatkozó törvények szerint egy szakbizottság jött létre, ami ugye tudósokból áll, és ezek a tudósok meg kell, hogy nézzék azokat a bizonyítékokat, amiket a gyártók bocsátanak rendelkezésükre, hogy ugye validálják ezeket a termékeket, és ezen bizonyítékok alapján tesznek ajánlásokat a minisztériumnak, és a minisztérium aztán ki tudja adni az engedélyt arra, hogy bizonyos terméket ugye árusíthatnak, vagy nem árusíthatnak az országban. Nem említettem a prezentációmban, hogy 2 évvel ezelőtt Új-Zélandon körülbelül 4000-en árulták ezeket a termékeket, ugye egy szabályozatlan piacon, és ez sok, bizony kárt okozott, elég sok kárt okozott, és 200-300 terméket árusítottak akkoriban, amikor a szabályozás ugye életbe lépett tavaly júliusban, akkor kb. 150 kiskereskedő maradhatott az egész országban, és csak 40-50 terméket árusíthattak, és így aztán ugye a említett mellékhatások alapján csak ennyit árusíthattunk, de van egy gyártói magatartás kódex, ami a websájtunkon is rajta van, ott meg lehet nézni, hogy mik a gyártói standardok, szabványok, ugye nagyon szigorú minőségi kontroll van, ugye, és de ezzel együtt ugye a biztonsági szabványokat, amiket a kormány még nem feltétlenül vezetett be, azokkal is, ugye, azokat is ugye figyelembe kell venni. Ugye, tehát a tudósok ugye itt vannak, involválva vannak, itt vannak ugye a nagy tiszteletnek örvendő tisztelt tudósok, akik ebben ugye benne vannak, és ők adják ki, közvetlenül adták ki az engedélyeket, és ők validálták az engedély kérelmeket. Tehát oda kell figyelnünk, figyeltünk a tudósokra is, és jó eredményeket tudtunk magukénak az átlag emberek részéről is. Thank you. My question is, in New Zealand, thanks to this regulation, did the illegal market diminish to a great extent, or was the illegal market completely eliminated as a result of these regulations or this regulation? Nagyon jó kérdés. Azt gondoljuk, hogy a fekete piac összesugorodott, de nem tűnt el. Azt is gondoljuk, hogy a szabályozott piac nőtt, teret nyert. És az egyik olyan dolog, ami miatt az emberek aggódnak, hogyha ugye ezek a termékek legálisan jelennek meg a boltokban, akkor több ember esik kísértésbe, akár a fiatalok is, hogy ezeket megkóstolják. De a fiatalok bármilyen drogot bármikor hozzájukhatnak, ez bárhol igaz egyébként. Tehát akik kipróbálják ezeket a termékeket, az új fogyasztók, ezek az idősebbek, akár a nyugdíjasok is, akik mondjuk kannabiszt próbálnak, és mondjuk nem bort isznak, hogy esetleg jobban aludjanak. Tehát az újonnan kísérletezők, azok ugye egy idősebb korosztályba kerülnek ki. A piac növekedett valamicskét, de a fekete piac jelentősen visszaszorult, amit persze nem lehet megmondani, hiszen ugye ez a fekete piac természetéhez tartozik, vagy nem lehet tudni, hogy pontosan mekkora. És hát számunk sokan van annak, hogy az emberek miért vesznek szintetikus cannabiszt. Van ugye az embereknek egy olyan vágyuk, hogy a törvényt tiszteljék, és ha van választásuk, akkor nem mennek a fekete piacra, hanem mennek a szigorúan szabályozott kereskedőkhöz, és azt ugye bárhol az emberek, ugye a világon a törvénytisztelő emberek ezt tennék, de Új-Zélandon ugye különösen ismert arra, hogy törvénytisztelő ország. Ha már a kémikusokról esett szó, szóval én is kémikus vagyok, hát én mindenkibe bízok, kivéve persze a kémikusokban. Nyilván, amikor egy kémikus előállít egy anyagot, hát mielőtt azt a szájába veszi, azért nagyon sok mindent meg kell fontolnia. Teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen új területen, ahol nincs
olyan komoly kutatás és gazdasági háttér, mint mondjuk a hagyományos gyógyszeriparban. Nyilván jóval magasabb annak a kockázata, hogy itt nagyon komoly problémák előfordulhatnak. Nyilván ennek van valamekkora esélye, minél jobbak a vegyületek, adnál kisebb az esélye, de ez egy megkerülhetetlen kérdés, hogy itt bármikor bármi felszíre jöhet, és adott esetben 3 év múlva, 5 év múlva, vagy húzamosabb használatok után. Ennek ugye megvan a forgatókönyve nagyon sok gyógyszer esetében, amely gyógyszer termékként forgalomba hoztak, és rövidebb, hosszabb idő után valamilyen okokból kivontak a piacról. Tehát itt azért én nem bagatelizálnám el ennek az egészségügyi vonatkozásait, ha bár én szintetikus kémikusként inkább a vegyületeknek az előállításába látok bele, nem pedig ezeknek a hatásába, akár a rövid, akár a hosszú távú, akár genetikai, akár bármilyen egyéb hatásaiba. Ez csak egy megjegyzés lett volna ennek az egésznek az értékeléséhez. Viszont volna egy konkrét kérdésem is, hogy monitorozzák-e Új-Zélandon a fogyasztói szokások változását, milyen módon, és mi tapasztalható, hogyha vannak ilyen irányú adatok? Tehát az új szabályozás tükrében milyen változások láthatók a fogyasztók körében. Well, I think it's too soon to know with certainty. Azt gondolom, hogy biztonsággal azt megmondani, hogy egy regulált szabályozott piacnak mik a hosszú távú következménye, ez nem könnyű. A világ viszonylatban az egyik legnagyobb cannabis fogyasztók vagyunk Ausztráliával együtt. Ezek nagyon népszerű drogok, és nagyon sok problémát okoztak a kristályos metamfetaminok. És tudom, hogy ezeknek a termékeknek a gyártói valójában igazán remélték, hogy ezekről átállnak az emberek, ezekről a nagy kockázatú termékekről, egy alacsonyabb kockázatú, legális alternatívát képviselő termékekre, és ugye hát ez a motiváció is megjelent a szabályozásban. Nem tudnék biztonsággal nyilatkozni különböző trendekről, de biztosíthatom arról, hogy a legnagyobb gyártó Új-Zélandon, aki sok évvel ezelőtt egy közeli barátját veszítette el a kábítószer használat miatt, ugye nem tudta, hogy milyen kockázatokkal néz szembe. Tehát neki megvan az a motivációja garantáltan, hogy alacsony kockázatú alternatív vegyületeket állítson elő. Tehát remélhetőleg a trend az lesz, hogy a közegészségügyi mutatók javulnak, és kielégülhet az embereknek az a természetes vágya, hogy az emberek ennek az szerek fogyasztásától jól érezzék magukat, és nem kerülnek ugye ebben az alvilág hálójában, hogy ugye káros anyagokat fogyasszanak. Tehát nem tudunk ilyen biztonságban nyilatkozni a trendekről, de reméljük azt, úgyhogy gondolom, joggal reméljük, hogy a közegészségügyi mutatók javulnak ezekben a vonatkozásokban. Akarom én megkérdezni, hogy neked milyen érzéseid voltak a film közben, illetve milyen benyomásod van erről az egész új-zélandi dologról? Hát azt mindenképpen nagyon jó látni, hogy vannak progresszív elképzelések, és hogy folyik erről egy diskurzus, és ráadásul szakemberek bevonásával, még hogyha vita is van abban, hogy hol melyik tudományterületről mennyien érkezünk, de hogy tehát nálunk alapvetően, hogyha mondjuk a hétköznapok szintjére akarom lefordítani ezt a diskurzust, akkor annak kéne kezdenünk, hogy nálunk a szintetikus kannabinoidokat biofűnek nevezik, amelyik tulajdonképpen az egészet ellöki már az elején egy teljesen más irányba, és onnan kell kezdeni, hogy visszapumpáljuk, hogy igazából ha valami nem bio, akkor az ez. És hogy ennek a megértése, a következő szintje az, hogy ha nem tudod, hogy mit használsz, az nem jó. Tehát, hogy innen elindulni. Volt egy holland Playmate sztár itt nálunk, aki a holland közszolgálati televízió számára forgatott videót a Nagy Kati hullámnak az idején. Azt nem tudom, kérdezzétek, a Dr. Zion volt, aki feltalálta, hogy a Katinak, mindegy. És akkor többször megkérdezte az ott droghasználó lányt, hogy ugye most akkor te nem tudod, hogy mit szippantasz fel. És nem értette a hölgy Hollandiában, hogy ez hogyan történhet meg, hogy valaki fiatal lány létére úgy szippant föl, hogy fogalma sincs, hogy mi ez, neve sincsen neki. Tehát az ilyen típusú
egészségkép, vagy egészség elképzelése, ez nagyon nagy gátja annak, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy ez így káros, ez a dolog. És hogy közben persze rossz látni azt, hogy a magyar fiatalok, akik kábítószereket használnak, nagyja az Úristen, akkor ők különböző olyan szereket használnak, amelyekről fogalmunk sincs, hogy micsoda, míg mondjuk a Nyugat-Európa felé elmozdulunk, akkor inkább az MDMA kristály fordul elő, amire azért tudjuk, hogy alacsonyabb kockázati kategóriába tartozik, mondjuk a nem tudom milyen zene, amiről meg nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a magyar társadalomban a drogdiskurzus oly milyen megrekedt, és annyira kirekesztő a kábítószer használókkal szemben, hogy elsősorban ezzel kellene kezdenünk, hogy akkor tisztázzuk azt, hogy tulajdonképpen mi is a probléma. Mi az, ami gond van? Azt gondolom, hogy a vágyakat megregulázni a büntetőjogi eszközökkel nem lehet. Teljesen fölösleges hozzákezelünk, csak is csődöt okozott, sehol sem egy működő rendszer. Az, hogy mennyiben fogadjuk el az emberek törekvését arra, hogy igenis szeretnék a tudatukat módosítani, és mennyiben szolgáljuk ezt ki, vagy mennyire pakolunk alá, és mennyire kezdjük el árusítani, mondjuk cigaretta néven azt, amiről pontosan tudjuk, hogy függőséget fog okozni, sőt azért kezdjük el árusítani, hogy függőséget okozon, és ezáltal üzletet tudjunk csinálni. Ez pedig nagyon sok piaci szereplőnek a társadalmi felelősségvállalását kellene, hogy valamennyire előhívja bennünk, hogy amúgy forgalmazok-e valamit. Az új-zélandi modell ebből a szempontból nézve számol mindegyik területtel, azt látom, mindig területet valamilyen módon bevonja ebbe, de hogy én nem látom azt továbbra sem, hogy mikor fogjuk túlhaladni azt a gondolatkört, hogy lehet bármilyen külső eszközzel a vágyakat megregulázni. Mikor fogunk eljutni végre a szocializációnak a szerepéhez, ahhoz, hogy a minőség valamilyen módon a mennyiség felett diadalmaskodjon, és egy halom dolog, ami persze csak így a háttérben ideológiai szinten van jelen, de hogy a magyar társadalomban a drogdiskurzust azt egy teljesen mélyen megvető, kirekesztő kábítószerkép uralja, amit hogyha nem tudunk meghaladni, akkor nem fogunk tudni előrelépni a designer drog problémában, amelyik egyébként mi esetünkben a 8. kerületben rendkívül súlyos, 90%-ban valószínűsíthetően designer drogokat használnak, és hát bár nem készülnek ezzel kapcsolatban kutatások, mert nem vagyunk most az a kutatós típus jelenleg, így nem tudjuk, hogy mondjuk a fiataloknak hány százaléka, vagy mekkora aránya fogyaszt mondjuk biofűként, amit ezt is gondolja róla, csak azért, mert mondjuk 1000 forintba kerül egy gram, és nagyon könnyű megvenni. És hogy mikor jutunk el oda, és akkor befejezem az álmokfutásomat, hogy mondjuk a joint az sokkal károsabb, mint mondjuk vaporizálni. És hogy a joint az lehet, hogy a dohánnyal kevert kenderként egy tök másik cucc, mint ha csak simán pipából szívnám. Tehát, hogy így nagyon sok olyan dolgot kéne újra gondolnunk, amelyiket én úgy látom, hogy most pont inkább elfeledni igyekszünk, semmint beszélni róla. Jelenleg a mai magyar politikai elitnek a szándéka, úgy az a 2020-ig, ha jól emlékszem, akkor addig kell drogmentes világot összehozni, vagy csak Magyarországon, hát nálunk lesz egy ilyen kis enklávé, és hogy akkor honnan kezdjük ezt az egész dolgot? Igen, hát érdekes lesz az biztos minden esetre, hogyha 2020-ra valóban sikerül ezt megvalósítani, és közben meg mondjuk az Egyesült Államokban meg már legális lesz a marihuána nagy részt. Na mindegy, egyébként az egy nagyon érdekes dolog, amit mondott a Fecó, hogy ugye nem költünk a kutatásra. Ez szerintem egy elég fontos dolog, hogy legutóbb volt egy ilyen kábítószerügyi tanácsülés, ahol beszámolt Paksi Borbál a kutató arról, hogy jelenleg hogyan alakul a kutatásoknak ugye a támogatása ezen a területen. Ahhoz képest, ami néhány évvel ezelőtt volt, és így mondjuk a pénzek, hogyha egy ilyen diagramon nézzük, akkor így körülbelül így mentek le az elmúlt években, ami kutatásra fordítódott drogterületen kimondottan. Nagyon sok olyan kutatás van, ami már 4-5-6 éves, és azóta nincsen új, utána olyan felnőtt kutatás, felnőtt népesség körében a drogfogyasztást vizsgáló kutatás, vagy akár az, hogy mondjuk felmérnénk azt, hogy hány intravénás drogfogyasztó van, nem is csak az országban, de legalább Budapesten leállt ugye a hepatitis HIV-szűrés, most megint, majd reméljük újra indul. Tehát, hogy tényleg valóban a problémának az ismerete az egy nagyon fontos lépcső lenne, ami jelenleg nem nagyon valósul meg. Tehát, hogy nagyon keveset tudunk magáról a piacról, de egyébként mondhatnám azt is, hogy már évek óta kérjük azt, hogy legyen egy ilyen anonim drogbevizsgáló rendszer, hogy mondjuk egy drogambulanciához bemegy valaki, akkor egy ilyen kis mintát
be lehessen vizsgálni, és meg lehessen tudni, hogy mi az az adott szer, amit ez a fogyasztó használ. Igazából persze Fecó is ugye erre azt fogja mondani, hogy nem sokat segítene nekik önmagában az információ, hogy milyen anyagot fogyaszt a kliens. Hát igen, de hogy ezt azért több országban megoldották azért, vannak ugye olyan szolgáltatások Nyugat-Európában, hogy mondjuk ilyen partikra, meg fesztiválokra kijárnak ilyen kromatográfiás felszereléssel, és akkor ott is meg tudják nézni azt, hogy mit tartalmaz az adott drog, amit az emberek fogyasztanak. Hát ugye Tamás pedig valószínűleg azt fogja erre mondani, hogy ugye a BSK-nak nem nagyon van jelenleg kapacitása és ideje, meg energiája erre, hogy hasonlót végezzen, de ezt tőle kérdezem meg. Azt hiszem nem ez a fórum, most ezt hivatalosan meg kell válaszolnom. Jelen pillanatban azért a kapacitásainkat egyéb büntetőjogi változások miatt eléggé sikerült megerősíteni, ez hamarosan be is fog érni. Tehát ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, akut kapacitás problémáink most a bűnügyi vizsgálatok terén nincsenek. Tehát én bizakodva nézek a jövőbe ez ügybe. Viszont visszatérve arra, hogy helyszíni bevizsgálások tekintetében, ugye voltak ezek, Ausztriában volt ez a csekit, ahol sátorral mentek ki kromatográfiás műszerrel. Nyilván extazi korszakban, amikor megnézegették az extazi tablettákat, és a szokásos 5-6-7 jól ismert hatóanyag közül megmondták, hogy akkor piros cédula, vagy zöld cédula, vagy sárga cédula az adott sorszámú tablettához az adott kockázattal arányos színnel ugye föl volt rakva a falra, az egy nagyon kellemes és nagyon jó visszaigazolása volt annak, hogy az ember tényleg tudja, hogy milyen kockázatnak teszi ki magát. Hát manapság nem tudom, hogy milyen színű cédulát ragasztanánk itt a dizájnerek korszakában, melyik vegyületre, mert hát tudnánk persze ilyen AM2201, meg JTH2201, meg JVH-ez, meg JVH-az, meg 3-2 fenil egy onán én, tehát ilyeneket tudnánk írni, de ezt összekötni humán hatással, meg nyilván a zenével, ez nagyon kritikus és nehéz kérdés lenne. Tehát itt igazából egy elég komoly vakrepülés van jelen pillanatban a kábítószerpiacon megítélésem szerint. Tehát tényleg az van, hogy itt vagy a fekete piac, vagy a egészségügyi kormányzat itt kísérletezget emberekkel. Nyilván ez a kísérletezgetés, ez minél kisebb kockázatú, annál kevésbé káros az emberekre. Nem tudom, hogy mi lesz ebből a kiút, vagy merre felé halad ez a dolog, de gyakorlatilag amióta ezek a designer szerek megjelentek a piacon, mi a lefoglalásokban azt látjuk, hogy igazából nem nagyon változik a klasszikus kábítószerek lefoglalásainak az abszolút értéke, a száma. Viszont mellé pluszba, úgy tűnik, mint a pluszba jelentek volna meg ezek, nyilván ez függ a rendőrségnek a lefoglalási gyakorlatától, rutinjától, hajlandóságától, akármiétől, de eléggé brutálisan nőttek meg a számok az elmúlt 2-3, konkrétan 4 évben, tehát 2010 nyarától. Tehát itt teljesen új szegmens nyílt, úgy tűnik, legalábbis a lefoglalásokat így is lehet esetleg interpretálni, hogy egy új szegmens nyílt a piacon ezeknek a dizájnereknek a szegmense, és hát ilyen magánbeszélgetésekből meg azt halljuk, hogy hát van egy korosztály, tehát van egy kor, ami felett azt mondják, hogy én ilyen bioszereket, én nem, hülye vagyok én. És nyilván van azon korosztály alatt, akik meg hát tolják, kész. Hát, eléggé ellentmondásos ez az egész. Nyilván nekem kémikusként sokféle információ sok oldalra jön, és nem tudok rendet rakni a fejembe ez ügybe, de azt látjuk, azt látom, hogy eléggé kaotikus, ami az utcán van, ami a paketben van, ami a zöldségen van. Tehát itt nagyon nehéz eligazodni, és hát bízom benne, hogy itt egészségügyi szempontból azért az emberek ezt viszonylag jól meg fogják úszni ezt az időszakot, és talán egy kicsit letisztul ez az őrület, ami most megy az utcán.
Ibolyához az a kérdésem lenne, hogy mi a tapasztalat, hogy akik ezeket a szereket terjesztik, tehát mondjuk internetes forgalmazók, és mondjuk horogra kerülnek, hogy van egy ilyen közös tulajdonság bennük, vagy hogyan tudnád őket így profilalkotásra jellemezni, hogy milyen emberek ők, milyen életkorúak többnyire, milyen környezetből jönnek? Ami érdekes egyébként, a forgalmazók szempontjából vagy tekintetében, hogy amikor megjelennek az anyagok, általában porformájában jelennek meg, hogyha nem a szintetikus kannabinoidról beszélünk. Ezt követően olyan másfél-két hónapra rá a tabletta formájában is előkerül, úgyhogy, és ezt körülbelül olyan két éve tapasztaljuk, úgyhogy több ilyen tablettázó laboratórium felderítésünk is volt Magyarországon, illetve ezzel párhuzamosan Szlovákiában is tablettázták az anyagokat, és a forgalmazók és az előállítók, illetve a gyártók életkora változó, de egyre alacsonyabb. Tehát volt olyan is, amikor 18-19-20 éves volt, tehát három fiatal volt, aki az anyagot megrendelte, tablettázta, aztán csomagolták és tovább forgalmazták ezeket az anyagokat. De mindenféleképpen azt tapasztaljuk, hogy tényleg egyre alacsonyabb, tehát 20-25 év a forgalmazók átlag életkora. Még szervezett bűnözői, elkövetői kör, tehát az igazi, a klasszikus, az, amelyik jogszabályban leírt, tehát itt nagyon sok paraméternek kell megfelelni, ilyen nem volt Magyarországon. Van-e még kérdés a közönségből? Ott középen az úr. What currently illegal substances mi, could jelenleg be part milyen jelenleg az illegális anyagok, amik jelenleg a alacsony kockázatú csoportba tartoznak? That's a very good question. Nagyon jó kérdés. We would like to suggest that szeretnénk azt mondani, hogy potenciálisan bármilyen drog belekerülhet ebbe az alacsony kockázatú csoportba, ami ugye nem ütközik abban a törvényben, ami az angol modellre épül. Cannabis, kokain, heroin, ecstasy, bármilyen klasszikus, hagyományos drogok. De hogy ez megváltozzon, ahhoz ugye szükség van a törvénynek egy nagyon pici módosítására. Azt gondoljuk, hogy potenciálisan ez a változás megtörténhet a jövőben, és az egészségügyi minisztérium maga is azt javasolta, nem nagyon gondolta, de mondjuk a karácsonyi szünetben mondta, hogy a természetes cannabis is bekerülhet ide. Van egy példányunk ebből a sapból, hogyha ezt valaki meg fogja nézni. Tehát ez úgy kicsúszott a szájukon szinte, hogy belekerülhetnek ebbe ezek, és ezt mi támogatni is tudnánk. És gondolja, hogy az alkohol és a dohány is át tudna menni ezen a teszten, hogy alacsony kockázatú lenne. Nem, ez szó nem lehet. És ez persze érdekes, hiszen mindig a tőt ugye szigorúan szabályozzák, de David Nutt professzor bizonyítékaira utalnék itt, akik nagyon jó kutatást végeztek, és megnézték az összes káros hatását, társadalmi személy, de gyakorolt hatását, káros hatását a tiltott drogoknak. Nagyon komoly tudományos bizonyítékot vonultattak föl, és azt mondták, hogy a legveszélyesebb drog az alkohol. Tehát, ugye vannak a sportok között is, ugye a lovaglás az egy veszélyes dolog, ugye, és a sokkozkodás kevésbé veszélyes dolog. Hogyha ugye, az alkalmazásról beszélsz, ugye
hogy akkor ugye az anyagról vagy a termékről beszélünk, hiszen különböző termékeket lehet előállítani, ugyanabban az anyagból, azért vannak könnyű alkoholos italok is, erősebb alkoholos italok vannak, erősebb opiátok, erősebb amfetaminok. Tehát ez egy speciális termék, tehát nem anyag, tehát terméknek kell lennie, tudnunk kell a termék kemikai végén összetételét. És ugye van egyfajta hazahatozás a gyártók részéről, hogy melyik termékkel kezdjék, ugye, hogy melyik termékkel próbálnak bekerülni a szabályozásba, hiszen ugye el kell végezni az összes tesztet. És szerintem ugye hát egy-két terméket sorolhatnak jövőre, aztán lehet, hogy további termékeket, és azt gondolom, Péter, hogy egy, mondjuk két múlva lehet már két-három ilyen szabályozott termék, nem 40, mint régen volt. Tehát ilyen értelemben kevesebb termék jelenik meg, és az persze van egy jó kérdés, és elgondolkodható kérdés. Kíváncsiságból megkérdezném, hogy a tesztelés meddig tart, és az embereken végzett tesztelés is benne van ebben, illetve van ilyen. Szeretnénk ezt is, embereken végzett tesztelést is bevenni, hiszen az emberek nagyon jó visszajelzéseket tudnak adni. És nagy vita volt erről Új-Zélandon, hogy az állatokon való kísérletezést ugye ebben az összefüggésben megengedhetjük-e. Voltak tiltakozó felvonulások az utcán, vannak ugye nagyon sok állatszerető van, és ugye 4 millió birka az ugye nem tévedhet. És ennek az volt az eredménye, hogy kell, persze kell egy kis de hogy mondjuk rácsálókban, patkányokban, és valamiféle nemzetközi szabályoknak megfelelően. De az iróniája az ennek a helyzetben, hogy ugye váró listán van ez a dolog. És van egy 150-200 ember váró listán, aki szeretné tesztelni ezeket a termékeket, nagy örömmel tesztelni ezeket a termékeket, és amikor egy gyártónál ugye megjelenik egy új termék, és mindig ez volt a helyzet, hogy tesztelték ezeket, és nagyon kontrollált környezetben tesztelték ezeket természetesen, de ezek innen eredő adatok ugye hasznosak voltak, hogy biztonság, mennyire biztonságosak, és mennyire lehet őket a piacra engedni. Az új törvény szellemében az emberek végzett tesztelés nem lehetséges. Szerintem egyedül patkányokon lehet állatkísérleteket is végezni az említett termékek vonatkozásában. Tud-e valamit az arról, hogy a törvényhozók mit csinálnának a nagy kockázatú termékekkel? Mert hogy ugye minél kockázatosabb egy termék, hát annál fontosabb lenne ugye megfelelően szabályozni ugye a kokaint, a heroint, hiszen ezeket ugye ezek ugye nagy kockázatot jelentenek, tehát annál több értelme lenne ezeket szabályozni. Gondolja, hogy ezt a koncepciót előtérbe helyezni a törvényhozók? Remélem, hogy pozitív irányban fog ez előre mozdulni, de jelenleg ez nem lehetséges. Tehát ezeket a, nem lehet ezeket a termékeket be a közben vanni. Tehát sok probléma van, ugye nem tökéletes ez a törvény. Tehát nem semmi nem teljes, nem tökéletes, ugye egyre jobb. Tehát persze már tökéletes, de egyre jobb. Be tudjuk ezt bizonyítani. Azt gondolom, hogy a szabályozott piac, az a pszichoaktív szereknél ez a piac, a szabályozott piac, hogyha a közegészségügyi mutató pozitíva, akkor nyilván nem kérdés, hogy más anyagok is bevonhatók ebbe a körbe, más anyagokat is lehetne szigorúan szabályozni. Tehát nagyon fontos, hogy itt jól végezzük a munkánkat, ezt nagyon lassan lehet előre lépni. Biztos, hogy lesznek még problémák, további viták lesznek, és de végül is hosszú távon azt gondolom, hogy ez az egyetlen lehetőség, amelynek mentén előre mozdulhatunk, és a közegészségügyi vonatkozások is előre mozdíthatók lehetnek. Ez a kockázatelemzés dologhoz... This, I speak rather in Hungarian too.
Szóval a kockázatelemzés dologhoz még annyit hozzátennék, hogy gyakran annyira igazából én azt gondolom, én abban hiszek, hogy nem lehet objektív kockázatot megállapítani egy szernél. Tehát azt, hogy mondjuk beviszünk egy anyagot egy laboratóriumba, és itt megállapítunk egy kockázatot, mert hogy az annyira függ, annyira sok változója van, társadalmi és egyéb változója van egy anyagnak a használatának. Tehát itt mondta Feri ezt a példát, hogy amikor a mefedront betiltották, és jött az MDPV, és hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az MDPV nem önmagában veszélyesebb szer, mint a mefedron, hanem egyszerűen az történt, hogy nagyon sok ember nem volt tisztában a dózisolással, és túladagolta folyamatosan ezt a szert. Igazából az volt, hogy a veszélyessége az MDPV-nek, ha plusz veszélyességet lehet mondani, akkor az maximum abban merül ki, hogy ez a szert jóval kisebb dózisban, jóval kisebb dózis a fogyasztói dózisa. És hogy igazából itt nagyon sokszor azok az ártalmak, amik egy anyag fogyasztásához kapcsolhatók, azokat nem lehet elválasztani attól a társadalmi környezettől, amiben ezeket az anyagokat fogyasztják. Hát ez is megnehezíti azt gondolom a kockázatoknak a kalkulálását, vagy mérését. Azért volt ez a vita, hogy a törvény kapcsán ugye 2-3 évvel ezelőtt, csak azt láttuk, hogy ezeket a termékeket lehet szabályoznak ezeket a termékeket, ugye fel kell világosítani az embereket. Ugye felvilágosító programokat folytattunk, a kiskereskedőket képeztük, elmondtuk nekik, hogy hogy kell tanácsot adni a kockázat minimalizálásában. És pontosan el kell mondani az embereknek, hogy milyen kockázattal néznek szembe a fogyasztás során, és ezt amennyire csak lehet jogilag le kell szabályozni. Oké, hamarosan az időnk végéhez érkezünk. Nem tudom, hogyha még van most kérdés, akkor megadom annak a szót, aki kérdez, de nincsen kérdés. Még egy utolsó kört szeretnék így mindenkitől megkérdezni, hogy hogyan látjátok a jövőt Magyarországon, szerintetek merre halad ez az egész designer drog piac? Most még mindig növekedni fog, vagy valahol majd jön egy pont, ahol ez így megáll, és akkor vissza, illetve hát szabályozás szempontjából is, hogy hogyan látjátok a jövőt? Kezdjük most erről. Az én jövőképpen nem gondolom, hogy a legjobb lesz, amit haza lehet innen nem vinni. Alapvetően Tamás mondta, hogy többen, nagyon sokan keresnek marihuánát, és nincsen. Igazából mindent keresnek nálunk, és semmi nincsen. Tehát annyira erős keresleti piac van, hogy tulajdonképpen itt nálunk akármit el lehet adni, bármit, teljesen mindegy. Bármilyen fehér port megveszünk, ami be van zacskózva, és azt mondják rá, hogy ez egy gram. És nem tudom, hogy mikor tudunk kilépni abból az álszent kommunikációs csapdából, hogy nehogy már a drogosnak jó legyen. Mert azért a háttérben ez húzódik meg. Nehogy már cuccos tudja, hogy akkor most ő mit használ. Nehogy már jól érezze magát. És addig, amíg nem tudunk ezen átlépni, és nem tudunk kilépni a morális dimenzióból, és elfogadni azt, hogy igen, mindenkinek jár ugyanannyi segítség, és hogy nem fogunk differenciálni az ajtóban, amikor bejön hozzánk valaki a tűcserébe, hogy most akkor kap tűt, vagy nem kap tűt, mert ő szép vagy nem szép, vagy cigány, vagy nem cigány, vagy fontos nekünk, vagy nem fontos nekünk, addig nem látom azt, hogy honnan tudnánk egy tisztességes drogpolitikát újra beindítani, mert egyébként ez volt. De alapvetően Magyarországon a 90-es évek közepére, végére egy nagyon jó kormányzati együttműködés alakult ki a civil szektorra, amelyben tényleg jó projektek születtek. Sajnos pont akkor húzódik össze ez a jó együttműködés, amikor a designer drogok felbukkannak pont egyszerre. Pont akkor, amikor zárnunk kellett volna, akkor esett szét a legtöbb védőbástyánk, hogyha lehet ezzel a katonai példával élni. És hát ez nagyon meglátszik azon, hogy most arra nem tudjuk, hogy milyen drog problémával állunk szemben. Van egy 8. kerületi nagyon súlyos problémánk, amelyik azt gondolom eszkalálódott, és nem látom a végét, hogy hová fogunk jutni. Van egy rendkívül erős alkohollal átitatott tinédzser korosztályunk, akik alapvetően fordulnak a legális szerek és így a legális boltban kapható biofüvek felé is, mert hogy az a fajta szabályozás, amelyik csak a tiltásra épített, az most megszülte ezt a torz gyermeket, és hogy ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, inkább csak egy ilyen bénultságot érzek, hogy ebből a szempontból nagyon üdítő kivételnek hat az, hogyha valóban tudunk úgy beszélgetni erről, hogy több szempontot is fontosnak tartunk. Köszönöm.
I think I don't know if I'm qualified to answer that question. It was a question to you. Oh, okay. Well. How do you see the future? Oh, well. Look, I mean, I'm an optimist. Én optimista vagyok. I have to be, right? Ne, annak kell lennem, nem? Hát végül is. You know, I've had some very serious nagyon komoly beszélgetéseket folytattam éveken keresztül politikusokkal, és ami érdekes, ugye magánemberként, amikor leülsz az egy politikussal személyesen, négy szem közt, akkor általában egyet értenek azzal, hogy evidencia, bizonyíték alapon kell a politikákat meghatározni, de aztán elmondják azt is, hogy nem tudják, hogy nyilvánosan hogyan álljanak ki az ügy mellett, és mégis túléljék a következő választást. Tehát ez egy olyan politikai terület, ahol mi a legtöbb országban, ahol az újságíróknak nagyobb hatalmuk van ebben a kérdésben, nagyobb hatalmuk van legtöbb helyen, mint a tudósoknak, és én a vonatkozásban viszont optimista vagyok, hogy Új-Zéland jó irányba mozdul elő. Amikor Magyarországra nézek, akkor aggódom és ideges vagyok, mert hogyha megnézem ezeket a, megnézem ugye az újabb választások eredményét, akkor azt kell mondanom, hogy a kormány összetétele nem hat meg túlságosan, és azt érzékelem, hogy további stigmatizálásra, prohibícióra, tiltásra számíthatunk, és ugye talán csökken a tűcsere programok száma is, és ez idegesít engem. De ugyanakkor az, hogy önöket látom itt ma, és látom, hogy a TASZ milyen jó munkát végez, ez viszont valamelyest reményt ad nekem abban a vonatkozásban. Nem a közeli jövőben feltétlenül, de mondjuk a középtávú jövőben, hogy amikor visszajövök Magyarországra, akkor pozitív eredményeket látok majd, és tudom, hogy persze további bátorításra szorultak és szorulnak önök, persze. Köszönöm szépen. Én már elmondtam, hogy én hogy látom a jövőt, hát sehogy. Igazából ugyanazt tudom ismételni, mint a legutóbb is ismételtem, hogy az információ hiánya az, ami itt a legnagyobb kockázat az én megítélésem szerint is. Ezen ugye a BSK ezekkel a monitorozási hírlevelekkel próbált, és jelen pillanatban is azon vagyunk, hogy próbáljunk folyamatosan valamiféle tájékoztatást adni egyáltalán arról, hogy milyen mozgás van a piacon, milyen szereket tolnak a fiatalok. Tehát ebben mindenképpen továbbra is töretlen az elkötelezettségünk. Nyilván a laboratóriumból nem lehet drogpolitikát csinálni, illetve nem a laboratórium annak a helye, hogy drogpolitika készüljön. Mi, ami bejön, megvizsgáljuk, ami eredményünk születik, azt pedig, amikor lehetőségünk van, arra nyilvánosságra hozzuk, és valószínűleg ez a jövőben is folytatódni fog. És hogy mi lesz, azt nem tudjuk. www.bski.hu bal oldalsó sáv legalján van egy droghelyzet nevezetű blokk, azt érdemes olvasgatni. És ott minden. Föl is lehet iratkozni egy hírlevélre a druglab1@orfk.police.hu nevezetű e-mail címen. Tehát, hogyha valaki kábítószerekről, rendőrségi e-mail címről szeretne információt, akkor... De természetesen ennek az e-mailes dolognak azért annyi előnye van, hogy nem kell mindig nézegetni a weboldalt, hogy van-e már valami újdonság, vagy nincs újdonság, hanem nyilván az embernek csörög a postaládájába, hogyha születik egy-egy ilyen hírlevél, és azt azonnal megkapja, és otthon tudja olvasni. Hát nem is tudom én is, hogy mit mondjak. Én alapvetően egy optimista ember vagyok, de nem ebben a témában. Mert én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz, és nem tudom, én nem látom a végét ezeknek az új anyagoknak. Nagyon veszélyesnek tartom őket. Mi csak azt tapasztaljuk, és egyre több ilyen megkeresés érkezik kollégák részéről felém, hogy itt lett rosszul, ott lett rosszul, kórházba vitték, újraélesztették, 14 éves, 16 éves, és gyakorlatilag, amikor megkapjuk a vegyész szakértői véleményt, azt látjuk, hogy aceton szívott, mert gyakorlatilag annyi oldószerbe oldotta föl azt a szintetikus kannabinoidot, hogy oldószer, maga a hatóanyag nem volt benne, csak aceton volt benne, és azt ő elszívta, és azt csinálta meg, és még nikotinnal megkeverte az anyagot. Úgyhogy azt látjuk, hogy
egyre rosszabb irányba mennek, és egyre többször kell a kollégáknak úgy intézkedni, hogy gyakorlatilag a fogyasztókkal, aki úgymond áldozat is, tehát maga az anyagnak az áldozata. Úgyhogy egyre nehezebb helyzetben vagyunk. Köszönöm szépen. És hát még egyszer mindenkinek köszönöm, hogy eljöttetek. Én remélem, hogy azért kaptatok egy elég érdekes bepillantást abba, hogy Magyarországon is, meg Új-Zélandon is mi a helyzet. És hát mindenkit szeretnék arra kérni, hogy kövessen minket Facebookon, Drug Reportert, ahol egyébként szintén be fogunk számolni minden újdonságról, nem csak Magyarország, hanem a nagyvilágnak a történéseiről is. Köszönjük szépen!